Tisztelt konferencia, abból indultunk ki, hogy a nevelés-oktatás rendszere egy nagyon összetett rendszer, egy olyan rendszer, amelynek az elemei kölcsönhatásban vannak egymással, és hogyha a rendszer egyik elemét megváltoztatjuk, akkor szükségszerűen változik a rendszer összes többi eleme is. Négy altémát igyekeztünk választani, amely köré rendeztük a megbeszélésünket. Az első altémának előadója Nyíri András volt, köszönöm szépen. Nyíri András volt, ő a rendszerelmeket próbálta meg felsorolni, összeszedni. A második előadónk Wagner Éva volt, aki a kompetenciafejlesztés kérdését járta körül. A harmadik előadónk Cene Gyula volt, aki a iskolai szelekció kérdésével foglalkozott, és a negyedik előadó pedig Tarcsa Zoltán, aki a iskolán kívüli nevelési oktatási kérdésekkel foglalkozott. Nem akarom felsorolni mindazt, amit látnak, hanem inkább négy olyan dolgot emelnék ki, amelyik mind a négy vitaindítóban, illetve mind a négy résztéma vitájában szerepelt. Az egyik ilyen kérdés az volt, hogy az egész rendszert egyben látva kell a fejlesztést végig gondolni. Ebbe beletartozik az iskola előtti világ is, a korai fejlesztési intézményei, és bölcsöde is, és minden más intézmény. Benne vannak az iskola melletti intézmények, művelődési ház, könyvtár és egyéb intézmények, és az iskolát kiegészítő intézmények, a szakszolgálat, kórházpedagógia és minden más olyan intézmény, amelyik kiegészíti azt a tevékenységet, amelyet az iskola végez. A második ilyen fontos dolog volt, hogy nem csupán csak a szerkezetváltás vagy változtatás, hanem semmilyen más, megítélésünk szerint, semmilyen más fejlesztés nem képzelhető el csak az iskola és a pedagógus autonómiájának biztosításával. Tehát ha az iskola és a pedagógus nem rendelkezik azzal a szakmai autonómiával, hogy ott és akkor ő tudja megmondani, hogy azoknak a gyerekeknek, akik abba az iskolába járnak, mi a fontos, és mire van szükségük, és mi a fontos, és ő ezt az ügyet, ami nekik fontos, azt hogyan kezelje, akkor mindenfajta változás kudarcra van ítélve. A harmadik dolog, hogy akár iskolaszerkezet változásról van szó, akár bármilyen változásról, a nevelésoktatás cél- és feladatrendszerét kell a középpontba állítani, és minden rendszerelemet, minden rendszerelem változtatását annak az összefüggésébe kell vizsgálni, hogy vajon a nevelés cél- és feladatrendszeréhez hogyan viszonyul. Hogyan szolgálja annak a célnak az elérését, annak az eredménynek a realizálását, amit a célban jövő időben fogalmaztunk meg. Végül az utolsó dolog, a 11 kiemelt probléma közül, a pedagógus képzés és továbbképzésnek az ügye minden témánál előkerült, hogy ha a pedagógus szakmának, a pedagógusok esetében a kultúraváltásra, kultúrafejlesztésre, pedagógiai kultúrafejlesztésre, kultúraváltásra nem kerül sor, akkor azok a kívánt eredmények, amelyeket a célokban megfogalmazunk, a változás céljában megfogalmazunk, nem lesznek realizálhatók. Köszönöm szépen, ennyi volt. Oké, köszönöm szépen. A szekciónkban négy előadás volt a különböző témákban. Ugye mi a 9 évfolyamos képzéshez, ha mondom, a haszonélvezői lehetünk majd, hiszen szerintünk az egész szekció és a saját véleményem szerint is, hogyha ez tényleg olyan formában meg tud valósulni, ahogy azt most előzetesen akár Béla szekciójában, akár ugye a délelőtti előadások során elhangzott, akkor ennek mondjuk a szakképzés lehet az egyik legnagyobb haszonélvezője. Nézzük meg az összefoglalást először. Jó, ott fölül lesz, igen. Alapvetően a legfontosabb állításunk, amivel a szekció majdnem, hogy teljes tagsága egyetértett, az az, hogy a 9 évfolyamos képzés alapvetően támogatható, ha
ez egyfajta tartalmi reformmal párosul, ennek az implementációja a NAT változtatását fogja jelenteni, és ez elsősorban az alapkészségeknek a megerősítésére szolgál. Tehát ha egy ilyen 9 évfolyamos képzésről ténylegesen majd valamikor bevezetésre kerül, akkor mi elsősorban az úgynevezett 6+3-as koncepciót támogatnánk. Itt nem is a számokon van a hangsúly, hanem azon, hogy ez a fajta plusz évfolyam, vagy ez a fajta tartalmi átrendeződés, ez elsősorban az alapkészségeket erősítse meg. Az alapkészségekről délelőtt volt már szó, ugye az olvasás, számolás, írás. Mi ideértettük a digitális kompetenciákat, az IKT kompetenciákat, a szociális kompetenciákat, ez a mind a kettő volt, és volt egy harmadik dolog, a pénzügyi kompetenciákat, amik ugyan látszólag kicsit furcsának tűnnek, de hát láthatjuk, hogy azért ennek komoly társadalmi következményei vannak. Tehát, hogy kibővült már az a kompetencia mennyiség, ami lehet, hogy egy 100 évvel ezelőtt, vagy 150 évvel ezelőtt persze az olvasás, írás, számolás volt, azért ennél már egy sokkal felgyorsultabb világot élünk. Az érettségivel kapcsolatban a legfontosabb megjegyzésünk az volt, hogy ennek az érettséginek, illetve az ezzel kapcsolatos változtatásoknak egy szakmai és jogi egységet kell, hogy képezzenek. Nem tartjuk jó ötletnek, sőt, kifejezetten rossznak tartanánk, ha visszamennénk abba az időszakba, hogy akkor külön legyen szakgimnáziumi érettségi, meg gimnáziumi érettségi. A tárca jelenlévő képviselőitől azt a egyelőre megnyugtató választ kaptuk, hogy ez nincs tervbevéve. Az NGM. Oké. Az iskolai autonómia növelése szintén az átalakítás kapcsán egy fontos kérdés lesz, hogy az iskolák az autonómiából mennyit fognak visszakapni. Ehhez kapcsolódott ugye a duális képzésnek az átgondolása. Jelenleg mondjuk ki, ami Magyarországon van, a szekció ki is mondta, az nem duális képzés. Se nem tartalmában, se nem struktúrájában, legalábbis ami a szakközépiskolai oktatásban folyik. Külön témaként az eredetikben nem volt benne, de a szekció fontosnak tartotta az esenis tanulókkal kapcsolatos problémáknak a megemlítését. Ugye az esenis tanulók elsősorban a szakképzésben jelennek meg. Itt is gondot kell fordítani arra, hogy például az ő képzési idejük hosszabb legyen, illetve a szakmai tanári pálya. Ugye ezen is egy nagyon tartalmas előadást, illetve hozzászólásokat láttunk, hogy itt rövid távon is vannak gondok, és hosszú távon is lesznek, amiket tüneti kezeléssel próbálunk csak kezelni. Ugye ez arra vonatkozott, hogy most ugye törvénybe akarják iktatni azt, hogy pedagógus végzettség nélkül is szakoktatóként dolgozhatnak. Hát ez egy tüneti probléma arra, hogy gyakorlatilag a magasan kvalifikált szakképzési tanárok, például a mérnök tanárok szinte teljesen eltűntek a rendszerből az elmúlt években, és ez egyre rosszabb lesz. Jó, nagyjából körülbelül ennyi lett volna, természetesen az egyes szekciókat a letölthető prezentációban majd külön-külön a fontosabb témákat kiemeltük. Nagyon köszönöm a szekció résztvevőinek, hogy tényleg igazán tartalmas és aktív résztvevők voltak. Vitáztunk is, voltak ellenvélemények, de azt hiszem, hogy a legfontosabb megállapításokban a végén egyhangúan egyetértettük. Köszönöm. Abból a meggondolásból indultunk ki, hogy a kötelező iskoláztatás időtartama, tartalmi és formai követelményei alapjaiban meghatározzák a felnövekvő generációk életen át tartó tanulását, a formális, a nem formális és informális tanulási utakon egyaránt, beleértve az általános és szakképzést. És külön szeretném hangsúlyozni azt az alapvető állítást, amivel mindenki egyetértett, hogy az oktatás-képzés világának nem csak a szakképzés a feladata, hanem a személyiség és az életút minden területét meghatározó és jelentőségű terület. Ezért a művelődésnek, a kultúrának, a családi életre nevelés, a fenntarthatóság, és sorakoztathatnám, hogy mi minden területe nagyon fontos. Három koreferátum hangzott el,
az első Farkas Éva a felnőtt képzés törvény és szerkezeti változásairól, Borbély Pece Tibor a pályaadaptabilitás kérdés körül, jó magam pedig egy kicsit az IKT területére tekintettem ki, amit különösen fontosnak tartunk a 21. század elején. Anélkül, hogy megismételném mindazt, ami a szekcióban volt, az összefoglalásból emelnék ki csupán egy-két mondatot. Összefoglalás. Semmi probléma. IKT, éppen itt tartunk. Óriási jelentősége van, mint látjuk. Talán az első két-három megjegyzést, hogyha beletekintenek, akkor látják, hogy az egyik sarkalatos probléma, hogy Magyarországon az élethosszig tartó tanulás az különböző szakaszokban jelenik meg, törvények, rendeletek, pedagógus a gondolkodás, mondja, oktatáspolitikus a gondolkodás, mondja, nem úgy fogja fel, hogy az egyén születéstől élete végéig egy tanulási folyamaton megy keresztül, hanem külön a közoktatás, külön a szakképzés, külön a felnőtt képzés, külön a művelődés, és így tovább. Tehát ezt szeretnénk hangsúlyozni, hogy teljes vertikumban érdemes gondolkodni, és mindenben a felnőtt képzésnek a proaktív jellegét szeretnénk még kiemelni. És másik, ami nagyon fontos lenne, és ami napjainkban igencsak aktuális, hogy a felnőtt képzés, amelyiknek a célcsoportja hihetetlenül kiterjedt, mind életkor, mind előzetes iskolai végzettség, mind értékrend, mind lakóhely szempontjából, ehhez kell a megváltozott körülmények között a felnőtt képzési szakembernek alkalmazkodni, miközben úgy tűnik, hogy az andragógus pálya, a felnőtt képző, mint pálya kivezetődik a magyar képzési rendszer területéről. Talán ez két olyan sarkalatos megállapítás, ami mind a három szekció, vagy három témakör, mind az összefoglaláshoz talán fontos volt kiemelni. Köszönöm a figyelmet.